a sziget az mennyire a környező világtól elszakadó, vagy egyben annak valamilyen központtól mesűrűsödő üzenete is lehetne, de most akkor egyszerűsítek. Mit jelképez egy fesztivál helyszín a hétköznapi világban? Azt, hogy eltérünk, kilépünk a megszokottól, valami vonzó, valami izgalmas helyszínt jelöl. Mint ahogy most Nagyharsány, vagy egyáltalán a Katlannak a helyszínei. Ez olyan, mintha ezek is szigetek lennének. Körülöttünk a hétköznap, péntek van, munkaidő, tehát elvileg a többiek dolgoznak, szegények, mi itt vagyunk a Katlannban. Ugyanilyesmi funkciója van ezeknek a sziget, cipőszigeteknek. Jelzik azt, hogy itt megsűrűsödik valamilyen üzenet, jelzik azt, hogy a múzeum milyen témákkal, hogyan kíván jelen lenni az elkövetkező időben. Ha valaki felfigyel arra, hogy mik ezek a színes foltok itt szerte szét, közelebb megy, akkor rácsodálkozik, hogy ajaj, hát ezek pár nélküli cipő. Utána még közelebb megy, akkor csak kíváncsi lesz, hogy mi van melléjük írva. És hogyha megnézi, akkor ezek személyes történetek. A lábbelik nevében fogalmazott, de igazából az egykori használók történetei. És itt jön az, hogy mitől érzgalmas ez a dolog? Attól, hogy ma már a világban egy korszerű múzeum nem tárgyakat gyűjt, hanem a tárgyakhoz kapcsolódó történeteket is. Pusztán a tárgyakból lehet nagyon dekoratív, gyönyörű kiállításokat rendezni, csak nem tudjuk mögéje tenni és melléje fogalmazni azokat a kérdéseket, és szerencsésekben válaszokat, mik a mai ember számára a legizgalmasabbak. Rácsodálkozhatunk egy-egy cipő szépségére, egy-egy díszítés technika kidolgozottságára, de igazából az izgalmas az, hogy miért díszítette, hogy szerelmi ajándék volt? Vagy éppen van ugye a zsidó kultúrában egy ilyen, hogy az elbocsátásnak, a válásnak az egyik rituális eszköze, van egy ilyen a halica cipő, amit lehúznak, odaad a megözvegyült asszonynak a meghalt férfi testvére, és ezzel jelzi, hogy nem tart igényt arra, hogy ő legyen a felesége, mint az ősi bibliai hagyomány szerint kellene, vagy a Talmudban megfogalmazott hagyomány szerint. Tehát társadalmi üzenetek, bonyolult történetek fogalmazódnak így meg, de ezt pusztán a tárgyakra nézve nem lehetne megismerni. Ezért tettük ki a cipőszigeteket, kíváncsivá szeretnénk tenni az embereket, és ott van mindenhol, mindegyik szigeten az a lehetőség megadva, hogy várjuk a további történeteket. Akár a cipőkkel együtt, akár a cipők nélkül, de a lábbelikhez kapcsolódva. Ez egy, hát ez kommunikációs gagként is fölfogható, de én azt hiszem, hogy annál több. Tehát azért ebben vannak szimbólumok, ebben egy kicsit megsűrűsödik az a 21. századi módszertan, ahogy a múzeumok a világhoz reményeim szerint egyre inkább viszonyulnak. Miért a cipő? Úgy tudom, hogy útra kell a Néprajzi Múzeum is. Pontosan ezért. Pontosan ezért, ahogy ön is fogalmazta és felismert, hogy a lábbeli, az útrakezés szimbólumaként jelent meg. Ezért választottuk a lábbeli gyűjteményt, egy nagyon komplex gyűjteményt jelent ez a Néprajzi Múzeum belül. Több ezer tárgy tartozna ide, mert a magyar gyűjteményekből és a világ más területéről számú gyűjteményekből válogattuk. Körülbelül a mostani ismereteink szerint olyan 300 cipő kerül be majd a tárlatba, ami jövő márciusban tervezük megnyitni. Nagyon komoly előkészítéssel, nagyon komoly szakmai vitákkal, csak úgy jelzem, nem tudom, ez általában a közönség számára nem olyan ismert, de ez most már második éve zajlik ennek a tudományos előkészítése ennek a projektnek. És például tegnap délelőtt is még késrehegyő vitát folytatunk a koncepció mentén. Tehát, hogy azért reméljük, hogy itt az eredmény majd igazolja azt, hogy nagyon komoly tudományos teljesítményt is akarunk, amellett, hogy szeretnénk például az Ördögkatlanban szerzett látogatók visszajelzéseit is beépíteni. Tekintsünk egy kicsikét előre. A Liget projekt keretében költözik a Néprajzi Múzeum. Mikor nyit és valamiféle szemléletváltás is követi ezt a költözést? Biztos vagyok benne, hogy minden intézmény egy ilyen lehetőséget arra is felhasznál, egy költözést, egy új épület megterveztetését, kitalálását és megvalósítását, hogy megújítsa a kapcsolatait, az üzenetét, a feladatait, a küldetését. Ahogy a Liget projektben megtalálta a helyét a Néprajzi Múzeum, tehát kiderült, hogy a Kossuth téri épületet, a kúria egykori és jelenlegi épületét elhagyva új múzeumot építenek, ami még soha nem volt. Tehát a Néprajzi Múzeumnak soha nem volt olyan épülete, amit múzeumnak építettek volna, olyan különösen még esélye se volt rá, hogy a Néprajzi Múzeum megmondhatta, hogy miért akar. Ugyanis mi fogalmaztuk meg teljes egészében a szakmai programot, ami mentén az építészek kidolgozták. Ez
elindította azt a gondolkodást évekkel ezelőtt, most már 3 éve tart ez a költözésre való készülésünk, nagyon intenzív háttérmunkával, ebből semmit nem érzékelt eddig a közönségünk, hogy mi a raktárainkat, a gyűjteményeinket nagyon nagy felelősséggel költözésre föl kell készítenünk. Senki nem meri vállalni nyilvánvalóan azt a felelősséget, hogy bármi megsemmisüljön, megsérüljön egy költözésnél. Ha csak egy családi házat költöztetünk, az is iszonyatos kihívás. Gondoljunk bele mondjuk a hímes tojásgyűjtemény költöztetésébe. Tehát jelen pillanatban ugye a koncepció az, hogy lesz egy nagyon korszerű, a világ egyik legmodernebb technológiájával ellátott raktárbázis a Szabolcs utcában, ahol a restaurátor műhelyek és a gyűjtemények mellett működnek. Csak jelzem, hogy jelen pillanatban a Kossuth téri épület második emeletén vannak a restaurátor műhelyek, tehát szóval ég és föld a különbség, és nem csak amiatt, hogy ott magasabban vannak. Azt gondolom, hogy ez a gyűjtemények, tehát a múzeumok biztonságos hátterét szempontjából egy nagyon megnyugtató, nagyon jó megoldás. A Liget szélére, a jelenleg parkolóként üzemelő területre, 56-os emlékmű közelében megtervezett épület pedig, azon túl, hogy valóban nem érint fás területet, hiszen ott most autók parkolnak. Azon túl szerintem egy nagyon szerencsésen és alázattal a környezethez igazodó tervként valósult meg, és ami nekem, mint intézményvezetőnek nagyon fontos, messze menően ügyel a látogató elvárásaira, a kiállítások igényeire, és nem utolsó szempont az ott dolgozók igényeire is. Tehát valóban minden feltétel adott lesz, hogy 2019-re a prognosztizált megépítésre a múzeum teljesen átalakíthatja, kitalálhatja, például a most tervezendő lábbeli kiállítás tapasztalatait felhasználva, majd az új állandó kiállítását, amiben a magyar és a nemzetközi anyag már együtt lesz, nem külön, és egymásra reflektálva jelenik meg. 2018-ra, egy évvel korábban már a raktárak elkészülnek, tehát a költözést raktárszinten el tudjuk kezdeni, 2018-ban, és 19-ben folytatódik ez a folyamat, és reményeink szerint vagy 19 végén, vagy 2020 elejére már a látogatók is megismerik az új Néprajzi Múzeumot.